Magyar Kanizsa község három általános iskolájában a diákparlament képviselői, valamint vendégként a Szabadkai Szent Száva általános iskola tanulói voltak jelen a községházán megtartott ülésen, amelyen a többi között az akciótervet is ismertették a diákok. Megbeszéltük, hogy hogyan működik egy gyűlés, hogy mitől függ egy választás, és ugye hát beszélt arról, hogy lehetne ugye kerékpárokat, hogy figyeljünk a biztonságra, és hogy gyerekeknek meglegyen az, amit szeretnének. Előző héten már a gyermekét alkalmával megalakultak a parlamentek iskolánként, ilyenkor pedig községi szinten egyeztetünk, hogy vannak olyan közös kapcsolódási pontok, amelyekkel együtt lehet majd érvelni, és ennek a látogatásnak ma itt a díszteremben a községi képviselettestület elnökénél az is volt, hogy a gyerekek átadják azt az üzenetet, ami az ő fejükből pattant ki, azokat az ötleteket fogalmazták meg, amit számukra nagyon fontosak. A diákok azzal a kéréssel fordultak a községi vezetéshez, hogy Magyar Kanizsa község területén épüljenek ki kerékpárutak, mert így biztonságosabban tudnának eljutni az iskolába. Egy kicsit mélyebbre lemegyünk azzal a történettel, hogy hogyan is működik az egész község, az önkormányzat, az itt dolgozó testület, ki képvisel bennünket, kanizsaiakat, őket is természetesen, és hát ezzel kapcsolatban kérdéseket tehetnek föl, bemutassuk a településeinket, bemutassuk, hogy hogy működnek a települések együtt az önkormányzattal, és hát megpróbáljuk megfogalmazni azokat a döntéseket és azokat a rendszereket, amiben ez az egész közösség működik. A találkozó műhely munkával folytatódott, amelyen a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban egy átfogó akciótervet dolgozta ki a község három általános iskolájára vonatkozóan.